Jó estét, jó estét! Sziasztok! Hello, hello! Köszönjük szépen! Egy natapsot szeretnék kérni a zongoránál, Kardos Norbert! Hát először is nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a Safari Parkban, ez egy nagyon különleges alkalom. Azt hiszem, hogy ilyen Safari Parkban még soha nem léptem föl, úgyhogy ezt is el kell kezdeni. Hoztunk pár dalt, amit most megpróbálunk eljátszani. Az első dal rögtön egy picit egy ilyen nosztalgia időutazás lesz, ugyanis egy Jégszív című dalra gondoltam, rögtön így az elején belevágunk a közepébe. Ezt legelőször, hát majdnem 20 évvel ezelőtt énekeltem el egy tehetségkutató műsorban. Ki az, aki ismeri a Jégszívet? Adásom a kezeket, nagyon jó. Akkor most kötelező lesz velem együtt énekelni, jó? Jöjjön a Jégszív!
Mondd a szívemet. Szívemet. Nem hallom, hol az feléjék. Oh, 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 oh. Szívemet. Szívemet. Köszönjük szépen. Kardos Norbert. Köszönjük szépen. A nagyon picit kevesebb zongorát kérnék szépen, vagy több éneket. És most, szóval meg kell néznem, hogy megvan-e a lányom. Itt vagy, jól van, oké. Na, szóval most jön egy olyan dal, mely előtt azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ki az, aki esetleg, véletlenül úgy érzi, hogy szerelmes. Hallásom a szerelmes kezeket. Nagyon jó, azért vannak egy páran. Ennél azért sokkal több párt látok, de bukkolok mindenkinek, minden rendben jöjjön, és a koncert végére remélem, hogy mindenki szerelmes lesz. Na, most jön egy szerelmi vallomása, te, meg én. És azt hiszem, hogy egy pici zenét is kérek szépen. Figyelem, figyelem! Romantika! Veled más, veled olyan, hogy nem hiszem el. Fura csoda a világba viszel, ami sohasem volt az előtt. Együtt építsük fel a jövőt. Csoda veled minden, csoda veled minden. Kínos a hiányod, amikor nem rám figyelsz. Ölelésünkben is túl nagy a távolság. Lelkedet a lelkembe szorosan átfognám. És hogyha elfut a lábam alól az út, és nem tudom merre tovább. Vissza nem fordulok én, hisz a cél eljutni hozzá. Lelkedet a melkembe szorosan átfognám. És hogyha elfut a lábam alól az út, és nem tudom merre tovább. Vissza nem fordulok én, hisz a cél eljutni hozzá. Zuhanás ez az érzés, de mindenre. Bátran. Figyelem, figyelem, és most jön a kéz. Gyerünk bátran! Jó! Zuhanás! Ez az érzés, de égig el.
Bele vagyom, hogy nem hiszem. Mondd, hogy el. Veled olyan, hogy nem hiszem. Nem hallom. Veled olyan, hogy nem hiszem. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Ez a erről van szó. Köszönjük szépen! Köszönjük! Nos, hölgyeim és uraim, most jöjjön, érkezzen egy olyan a dal, amely igazából egy városról szól, de próbáltam ezt a dalt úgy megírni, hogy ne egy ilyen száraz, adatokkal dobálózó dalszöveg legyen, hanem mégiscsak egy szerelmi kapcsolatot. Úristen, valami beleszállt a fülembe. Biztos egy elefánt. Ennyire értek az állatokhoz. De biztos vannak itt ilyen az exotikus állatok, azok vonzák az exotikus rovarokat is? Mindig szeretem egyébként az ilyen különböző természetfilmekbe figyelni azt, hogy amikor mondjuk megy baktat az elefánt hát ahol baktatni szokott az elefánt, nem tudom, hogy hol baktat az elefánt, de mindig ül a hátán egy madár, nem? Így repül a feje fölött egy-két ilyen kis madár, meg így fölmászik a hátára egy ilyen, hát ez a szafariban a BKV, nem? Hogy így együtt utaznak, milyen jó fejek, nem? Hogy így cipelik egymást. Egyszer láttam egy olyan videót is, hogy a krokodilnak a hátán ott ült egy ilyen kis rágcsáló, teljes nyugalomban ott utazott, hajókázott. Úgyhogy, hát most én azért megpróbálom ezt kihagyni itt. Nem tudom, milyen egzotikus krokodil, azt gondolom nincs, de elefántalpa biztos vagyok, hogy van. Egyszer voltunk a feleségemmel egy ilyen egzotikus országba, és én az Istennek sem mertem fölülni a hátára, én nagyon félek az ilyesmitől, és én nagyon félek egyébként a tigristől is. Szóval nem vagyok egy gyáva ember, de amikor ott van egy, nem tudom, 400-500 kilós tigris ott ül, és akkor gyere nyugodtan, sivogasd meg, így el van egy kicsit kábítva, hát én biztos, hogy nem. Mi van akkor, hogy pont akkor tisztul ki, és akkor elkap, mert cigány vagyok, tudod, és akkor rángati magát. Hú, hogy inkább ezt kihagyom. Úgyhogy az óvatosan, itt lehet simogatni állatokat? Van több vadállatokat? Nem lehet? Csak így nézni lehet. Na, az megnyugtató. Így rácson keresztül. Hú, szóval nem szoktak mondom ilyen fóbiáim lenni. Kiskoromban féltem a pókoktól, bár nem tudom, az mennyire számít exotikus állatnak, de azért a pók is veszélyes állat tud lenni, nem? Hát ha csak nem megcsíp, és akkor te leszel a pókember, vagy valami, de hát ez velem nem fordult elő, vagyis nem tudok róla. És mondom, felnőtt koromra így nagyon megbarátkoztam az állatokkal, de azért ezek az egzotikus vadállatok szerintem elég félelmetesek. Hát nyilván azért jövünk ilyen helyekre, mert azért a budapesti Andrássy úton nem nagyon sétálnak tigrisek. Nézd már, hogy ott egy tigris. De jó néz ki. Úgyhogy szerintem ez nagyon nagy élmény, hogy ilyen testközelből láthatunk ilyen gyönyörű teremtéseket, mindig a jó Isten jut erről eszembe, hogy azért milyen csodákat alkot, milyen furcsa, különleges dolgokat, és még minket is. Mi is furcsák vagyunk, de azért különlegesek. És most akkor jön egy dal, aminek mindenhez semmi köze nincs. Az a cím, hogy 1873. Figyelem. Hányszor jártam át.
éjszakát. A házamat őrzi közel meg zaját. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! És most következik egy olyan dal, melynek az a címe, hogy Használd a... És tudják! Ezek tudják! Már
érezni, el akarok tévedni, a végtelen embered, csak egy dobbanás, használd a szívedet, szívedet és a kéz! Azok döntik a falakat, kik tudják az igazat, nem menekül, menekül, úgy semmi sem sikerül, most lépj elő, és állj meg a fényben. És most csak a kezek, figyelem, figyelem! Hey! Hey! Ki tudják az igazat? Most légy elő, és állj meg a fényben! Egyed a szíven át! Hogyha valami bánt! Figyelem, nem hagyjuk, nem hagyjuk lankadni a kezek! Köszönjük szépen, nagyon drágák vagytok, köszönjük. Egy nagyon pici éneket hagyj kérek még befelé, hogyha van esetleg rámód, ha meg nem, akkor vessetek a krokodilok elé. Eledelnek. Hát most egy olyan pillanat következik, nem tudom, egy pici segítséget még kérek szépen, hogy mennyi az idő. 26? Jó, akkor még várunk egy pár percet. Jön akkor még egy dal, mert lesz itt egy kicsi, hát nem attrakció, hanem egy kis közjáték majd. És addig gondolkodom, hogy melyik dal következzék. Jó lenne valami szép, szép balladisztikus dal. Nem, legyen egy tempósabb dal. Mégiscsak a következő az majd lassabb dal lesz. Hát jön a lélek dolog, mit szóltak hozzá? Ha már tempós. Egy zongorával játsszuk, vagy játsszuk így? Zenei. Játsszuk zenére, jó? Oké. Ki az, aki ismeri esetleg a lélekdonort? Nagyon jó. Kötelező lesz velem együtt énekelni. Szegény Hörki próbálja elindítani. Várjál, Hörki, mert mindig közbe fogok vágni, jó? Nagyon szeretem ezt a dalt, nagyon sokat köszönhetek ennek a dalnak. Ha jól számolom, most már ez egy retro dal, 11 éves. Úgyhogy hát képzeljétek el, hogy annyira feltörögtek az események, hogy én észre se vettem, hogy igazából a tehetségkutató óta 19 év suhant el, mint egy pillanat. Ez nagyon-nagyon durva. Köszönöm szépen. Túléltem, igen, ez már valami. Majdnem dupla annyi idős vagyok, mint annó voltam a műsorban, úgyhogy ez mindenképp egy félelmetes, de mégiscsak egy csodálatos dolog, hiszen a színpadon tölthettem el ezt a közel 20 esztendőt, közel 2 évtizedet, nektek hála, hogy... Szóval kaptam ebben a műsorban egy lehetőséget, ami nagyon-nagyon fontos volt. Az egyetlen egy lehetőség volt az életemben, és amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, mert az az egy esély, ez az egyetlen egy lépés megváltoztatta teljesen az egész életemet. Úgyhogy egy teljes mértékben sorsfordító dolog volt, amit tőletek, a közönségtől kaptam. És hát nagyon-nagyon szépen köszönöm azt is, hogy annó támogattatok, és nagyon szépen köszönöm, hogy azóta is velem vagytok, és ez óriási érzés, amiért nagyon hálás vagyok. És akkor most jöjjön a lélekből, fogadjátok sok szeretettel! Ez az.
úgy múlik el minden, ami fáj. Hogyha úgy tartja a kedve, még a hazajár. Nem szól hozzá, csak leül egyedül, vagy érezsz, hogy érsz, ott megterül, hogy van. Szépelem a sorsomat, de néha nem bírom el. Ez az, keresem a lelkemet, de van, hogy nem felel. Van, amikor még a plágyam, és van, hogy elsodol. A szerelem az egyetlen lélek. Nagyon jó. Oly sok a szó, amivet akar, oly csom beszél, de semmit nem akar. A pillanat, ami sokat ér, némán múlik el, egy ölelési felé. Kell, amikor majd eljönnek a régen vált csodák. Ne felejts el akkor, ha kérlek gondolni rám. Lesz, hogy csak ringat rájön, és lesz, hogy elsodol. De a szerelem az egyetlen lélek lóg. Harcolnunk kell, egy őrült mondat miatt nem múlhat el. Az időtel egyetlen van, minden elramolt, de van, akinek te vagy a lélek lesz még egy refrén, figyelem, figyelem. Na most jön mindenki velem! Cipelem a sorsomat, néha nem bírom el. Hogy van, hogy van, keresem a lelkemet, de van, hogy nem fel. Van, amikor ringatlányod, és van, hogy elsodol. Oh, 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 oh.
hogy Donor. Segítesz nekem, vigyázz meg kiömli. Aha, ennyi volt csak. Ezek a kupakok mostanában kifognak rajtam amúgy. Olyan idegesítőek, nem? Hogy így lecsavarod, de mégse lehet lecsavarni. Na. Hölgyeim és uraim, akkor én mielőtt a következő dalba bele vágnék, vagy vágnánk itt Norbival, amely hát talán a legfontosabb dalom az eddigi életem során, hiszen ez a dal megváltoztatta az egész életemet. Ez a dal arról szól, hogy nem szabad feladnunk az álmainkat, azokat az álmainkat, amelyeket gyerekkorunkban a fejünkbe vettünk. És én szeretnék előtte a színpadra szólítani egy olyan fiatal embert, aki szerintem egy nagyon-nagyon inspiráló férfiú, egy nagyon inspiráló ember, mert mindig kitartott az álmai mellett, és valami olyan csodálatos, különleges dolgot hozott létre, ami hát egy világhírű dolog. Úgyhogy most jöjjön a színpadra Richter József. Kérlek, itt van valahol, egy nagy tapsokat kérlek, aki ilyen fiatalon hatalmas dolgokat ért el az életben, és mindannyiunkat inspirálja a munkáját. És énekelni fog! Nem fog énekelni. Én maradok a cirkusztál és a lovatnál. De nagyon szeretném megköszönni, hogy elfogadtad a meghívást, és eljöttél ide az állatkertek éjszakáján. Egy kérésem volt Karameltől, hogy ez a dal szólaljon meg ma, hiszen én nagyon sok évvel ezelőtt a Megasztárban néztelek gyerekként. És volt egy dal, ami inspirált. És ez valahogy így kezdődik, hogy gyermekként álmodtam, és azt hittem, úgy lesz. Én gyermekként álmodtam egy safari parkot, és bíztam benne, hogy egyszer sikerül, és nem gondoltam, hogy karamellel fogok egy színpadon állni. Itt ennyi ember előtt, és most nagyon örülök, hogy ezt a dalt itt nekünk előadod. És valóban ez nagyon sokat segített abban, hogy az álmokat el lehet érni, hogyha az ember kitartóan csinálja, küzd érte. Itt a bizonyítéka. De nem is szaporítom a szót. Karamell! Aki azt hiszem, hogy még ugye nagyon fiatal, és már most fantasztikus dolgokat ért el, és ez nem egy ilyen puncsolás, hanem azért a tények önmagukért beszélnek szerintem. Nem tudom, hogy még mit fog az életben megálmodni, mert most már jó pár hatalmas álmot kipipálhattál, úgyhogy szerintem lesz még ennek folytatása, úgyhogy majd figyelni fogjuk az utadat. Én nagyon sok sikert kívánok neked hozzá, hogy minden álmod így teljesüljön, de nyilván az emberek, hát remélem, hogy látjátok mögött ezt a rengeteg lemondást, kitartást, azokat a nehéz, kőkemény éveket, amit Józsi ebbe belerakott. Hát ilyen ez, hogyha valaki szeretne valamit elérni, akkor látni kell mögötte a munkát is. Most olyan a szálok a dallal, fogadjátok sok szeretettel. Segítetek nekem egy picit? Ez az. Oh.
Selfie-t. Köszi. Nagyon kedves. Micsoda alázatos ember egyébként, ezt a mindenit. Hát van még itt pár dal, amit szeretnék nektek elénekölni. Hogy vagytok? Jó! Bírjátok még? Igen! Karamell bácsit? A színpadon? 41 éves lettem, képzeljétek el nemrég, úgyhogy már úgy kell engem felkonferálni, hogy hölgyeim is, hogy a színpadon Karamell bácsi. Még most működik a nevem egyébként, de szerintem pár év múlva már tényleg furcsa lesz, hogy a színpadon Karamell. Nem ez olyan fiatal srácnak még jó volt, de most már úgy... Általában máshogy szoktak hívni, képzeljétek el, általában Karamellának szoktak. Ott a Karamella, bazdmeg! Egyszer felkonferáltak úgy, hogy hölgyeim és uraim, a színpadon cappuccino. Mondom, az igen! Volt az első sorokban egy hölgy, aki... helyre tette a dolgokat, és mondta, ez nem is a cappuccino, hát ez a kakaó. Hú, mondom, de jó, hogy megvédtek. És egyszer voltunk Szegeden fellépni, ott pedig egy hölgy kiabált nekem, hogy szia, kamera! Szevasz, kamera! Kamera! Az első cikk, ami megjelent rólam a Megasztár idején, amikor bejutottam, ott pedig szombaton bejutottam a döntőbe, és másnap megjelent rólam életem első cikkje, hogy Molnár Ferenc Kamilla bejutott a legjobb 12-be.
Mondom, itt lesznek akkor zavarok majd a rendszerben ezzel a névvel, elég furcsa volt. De hát volt egy, a jelentkezési lapon egy ilyen rubrika, hogy van-e beceneved és mi az, és nekem volt, és beírtam, hogy Karamell, és akkor nem gondoltam, hogy majd így fognak engem felkonferálni, hogy Karamell, meg ilyenek, meg kakaó, cappuccino. A legmeglepőbb név azért mégiscsak az elmúlt 20 év alatt, mert az összeset értem, Makarell, Kamarell, Makarella, Kamarella, ezeket mindet értem, meg a cappuccinót, meg a kakót, de az, hogy Gáspár Mogyoró. Az hogy? Az nem értem, hogy az, és többször hallottam már az elmúlt évben, ott a Gáspár Mogyoró. A Gáspárt még értem, mert hogy van a Gáspár Laci, és ő is énekes, és ő is ilyen egzotikus, déli típusú srác, mint én, de a Mogyoró, az honnan jött? Nem nézzetek ide, nem jöhetett innen. Na, úgyhogy ez az egy név van, amit nem értek a mai napig. Még a Kamillát is értem. És most jön egy dal, mely... Gondolkodom, mennyire szeretitek a tüc-tüc zenét? Tudjátok, hogy miről beszélek? Elektronikus? Jó? Készítettem egy dalt egy zenei producerrel, egy DJ-vel, akit úgy hívnak, hogy Wilcox, akit innen is üdvözlök. Ennek a dalnak pedig az a címe, hogy Visszavágyom. Figyelem, figyelem! Jobb lenne együtt szállni, jó lenne megpróbálni, ha elfeledni nem lehet. Jobb lenne együtt lenni, s mondtál világgá menni, visszakapni a szívedet. Hívnám, ha felhívnám, és újra hallhatnám a hangot. A hangod is elmondhatnám, mindig a módban jártam, sok mindent elhibáztam, de nélküled. Csak álmodtam az életem. Még most is látom arcod, mint egy déli bábot. Vártam, még újra lesznek fények és fesztiválok. Elmaradt két nyár, amit visszavárok, és még visszavágyok hozzád. Da-da-da-da-da-da. És jött a kéz. Jó az, jó az, jó az. Próbáltam megbeszélni, önmagammal szembenézni, a pályaudvaron vártam rá. De szavaim földre húltak, a peronon szétgurultak, a vonatod némán ment tovább. Hey! Bírnám, ha felhívnál, és újra hallhatnám a hangod. A hangod is elmondhatnám, ma mindent máshogy látok, a nagy szavak is apróságok, ha nélküled csak álmodtam az életet. Még most is látom arcod, mint egy déli bábot, vártam, még újra lesznek fények és fesztiválok. Elmaradt két nyár, amit visszavárok, és még visszavágyok hozzá. Mondhat a szava, a szívemet. Még mindig megvan minden üzenetet. És a kép! Kicsit részegen, én nem mondtam, hogy egy csoda vagy nekem. Pedig ott voltak a szava, a szívemet. Jó! Elmaradt két nyár, amit visszavárok.
visszavágyok hozzád. Köszönjük szépen, Kardos Morda! Köszönjük szépen! Hát, hölgyeim és uraim, elérkeztünk a műsor végéhez. Jaj, de drágák vagytok, azt a mindenit. Jövünk máskor is. Sőt, aki szeretne velünk a közeljövőben találkozni, hát az már sajnos nem maradt az idejévi nagy koncertről, ami most volt a Margit-szigeti szabadtéri színpad Don, az például holnap megteheti, Szentendrén fogunk egy nagy koncertet tartani, teljes zenekarral, showval, elefántok is jönnek, krokodilok is lesznek, makákók, én leszek a makákó, oké? Tehát gyertek el egy másfél-két órás koncertre. Ki az, aki el fog jönni? Vagy holnap itt még van program? Nincs, hát akkor szabad eljönni holnap Szentendrére. Jó, hánykor játszunk? Jól mondom? Jól mondom. És hánykor játszunk? 8-kor? 9-kor? 8:30? A kettő között? Biznisz, megállapodunk. 9:30? Na most már döntsétek el, hogy mikor játszunk. Nem fognak eljönni. 9:30? 21:30-tól Szentendrén fogunk hatalmas élő koncertet tartani. A vokál szekcióban lesznek a makákók, úgyhogy madarak fognak minket fúvó szekción kísérni. Tudjátok, mint a Madagaszkárba. Meg fogjuk énekeltetni. Na szóval, egy olyan dal következik most, melynek az a cím, hogy Elzárt övezet. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni a figyelmeteket. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen a Safari Parknak a lehetőséget. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Bízom benne, hogy még rengetegszer találkozunk. A kislányomat mindenképp ki fogom hozni valamikor újra, mert mi már voltunk. Úgyhogy szerintem ez hatalmas családi élmény mindenkinek. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok az est további részéhez. És jöjjön egy dal, melynek az a cím, hogy Elzárt övezet. Köszönjük szépen! Jöhetnek a makákók, ez az? Csak a fántalondak rólunk, csak a szélre súgtak, erre jársz. Ahol álmainknak éltünk, oda vissza többé, hogy találsz. Egedű szobában hallom, monoton világon messze híd. Ma a nap tüzében ébredsz, szerelem virágot hajt a szív. Ugyanúgy várnak be el a színbe. Dalaid, kampavilálnak én el hozzám. Ne menekülj, csak te, csak mi. Ez a tövezet veled, ez a hely. Csak a népteinktől félek, mikor a bátorságon messze jár. A kedved, ha te nem találod, nem találsz. Hát fogd, elkap, elér, ugyanúgy várlak, vedd el szíved. Dalaid, add, ami látnak, érj el hozzám. Ne menekülj el, csak te, csak mi. Figyelem, és a kész! Hozzám, mert
átövezett veled ez a hely, ez átövezett veled ez a hely, ez átövezett veled ez a hely. És a kéz. Gyere, fél, figyelj! Egy, két, hát dobd el, én ugyanúgy, ugyanúgy, ugyanúgy vállap fel el szívem. Dalai, dalai, mandali, vállap ér el hozzám, de melekül, melekül, melekülj el. Csak te, csak mi, ez átövezett veled ez a hely. Köszönjük szépen! Köszönjük! Katos Norbert! Köszönjük szépen a meghívást! Jó szórakozást mindenkinek! Sziasztok! Kedves